Helyi népszavazások indítását szorgalmaz a Karácsony Gergely az uniós források felhasználásáról. Ezt a Szabadvárosok nevű szervezet online rendezvényén jelentette be a főpolgármester. Az online fórumon ugyanakkor nem esett szó a fővárost érintő botrányos ügyekről és Bíró László támogatásáról sem. A ma estében Kiszelli Zoltán politológust kérdeztük a témában. Támogathatóak-e közvetlenül az államnál kisebb közigazgatási egységek az állam kiiktatásával ebből a segélycsomagból? Nem, tehát ugye itt az Európai Unió a járvány következményeinek kezelésére fogadna el, ugye jelenleg még zajlik az elfogadás, egy mentőcsomagot, és a mai videokonferencián igazából ennek a mentőcsomagnak a felhasználására tettek javaslatot. Azt javasolták az ellenzéki polgármesterek, hogy a pénznek a felét az önkormányzatok kapják lakosságarányosan, a másik feléről pedig a központi kormány döntsön. A brüsszeli döntések mindig a nemzetállamokra vonatkoznak, tehát a nemzetállami kormánynak, a magyar kormánynak kellene ezeket a forrásokat Magyarországon felhasználnia. Ahhoz, hogy célt érjen az a kezdeményezés, hol kellene módosítani? Hát először is Brüsszelben kéne módosítani. Nemzetállamok használják el ezeket a pénzeket. Egyébként a FUKOR négyeknek, illetve hát a Német Uniós Elnökségnek és a Bizottságnak konkrét javaslatai is vannak, hogy mire kéne ezt a pénzt felhasználni. Leginkább a digitalizációra, az unió tagországok versenyképességének a javítására, a CO2 kibocsátás csökkentésére. Tehát vannak olyan konkrét előirányzatok, amikre ez a pénz menne, és hát igazából országon belül is lehetne ilyen döntést hozni, hogy a pénz elosztását megváltoztatják, de hát ez a föderális államokra jellemző, ahol vannak tartományok, vagy a regionalizmus kifejlettebb. Ugye Magyarországon az uniós forrásokat mindig is egyébként az elmúlt 20-25 évben, amióta az előcsatlakozási és uniós tagságunk óta uniós forrásokat kapunk, mindig is a kormányok osztották el ezeket a forrásokat. Azt mondta a főpolgármester, hogy nem Budapestnek kéri ezt a pénzt, vagy kérik ezt a pénzt, hanem mindegyik településnek. A legnagyobb szükség azért persze Magyarországon valószínűleg mégiscsak a kezdeményező fővárosban lehet rá. Segítenek-e ezen az általa felvázolt fejlesztési célok? Nem, tehát hogyha megnézzük például, amit a főpolgármester konkrét példaként elmondott, hogy több alacsonypadlós, modern villamos kéne, ugye a korábbi 2014-es budapesti villamos beszerzésnél azt lehet tudni, volt is az interneten egy polémia, hogy 4 új villamos érkezett, és ezeket egy évig parkoltatták a BKK-nak a remizében, holott nyáron ezek a villamosok már üzemelhettek volna, hosszú, alacsony padlós, klimatizált villamosokról beszélünk. Tehát a főpolgármester azért kért pénzt, hogy azokat például egy olyan intézkedés az alacsony padlós villamosokra, amit egyébként pont ennek az ő általa vezetett városnak a hibájából nem tudtak már forgalomba helyezni. Tehát számos ilyen ellentmondást látunk ebben a szövegben. Igazából azt látjuk, hogy pénzt kérnek, és hát a kormány megkerülésével kérnek pénzt. Ez ennek a rendezvény. Itt más, de még mindig politika. A közösségi médiában csapott össze a Gyurcsány Ferenc és Kocsis Máté. Előbbi továbbra is ingyenes tesztelést követel, különben szerinte leállhat az egész ország. Utóbbi meg erre azt mondja, hogy eddig 860 ezer PCR tesztet végeztek el túlnyomó részben ingyenesen, és azt is írta még a frakcióvezető, hogy ha a kormány megfogadta volna Gyurcsány Ferenc tanácsait, már rég leállt volna az egész ország. Eddig a két ellenpont. Látszik-e remény arra, hogy a védekezés legalább a munka idejére egy irányba terelje az ellenzéket és a kormányt? Nem, sajnos nem. Tehát ha visszanézzük a márciustól eltelt időszakot, azt látjuk, hogy az ellenzék mindig a kormány intézkedéseit támadta. Egy ideig az volt a baj, hogy miért nem zárják be az iskolákat, aztán amikor a kormány bezárta az iskolákat és a tantermen kívüli otthoni homeschoolingra tértek át az iskolák és a diákok, akkor meg az volt a probléma. Ha van rajta sapka, az a baj, ha nincs rajta sapka, az a baj. Most éppen a tesztelés az, amin rugóznak. Egyébként Gyurcsány Ferenc nyáron írt egy Facebook bejegyzést, hogy amikor mentek ki Brüsszelbe, akkor Németországban az autópályán ingyen tesztelték az embereket, Bajorországban, a határnál. Ezt már nem tette hozzá, hogy Bajorországban is ingyen tesztelték az embereket, akik bejöttek Németországba, és azt ígérték nekik, hogy 2 napon belül megkapják SMS-ben a teszteredményt, és Bajorországban 11 ezer teszteredményt, több hét pozitív teszteredményt, több hét késéssel tudtak csak kiküldeni, kiértesíteni az embereket, hogy egyébként a több héttel ezelőtti tesztjük negatív volt. Tehát van egy kapacitás, Magyarországon ugye lassan eléri a kapacitás, a tesztelés, a laboratóriumi kapacitás ezt a határt,
és hát ezen lehet gondolkodni, lehet javaslatokat tenni, hogy ezt a kapacitást hogyan lehet növelni, de igazából Gyurcsány Ferencék most megpróbálnak valamit találni, amiben tudnak különbözni a kormánytól. Gyurcsány Ferencnek mindig is az a taktikája, hogy a kormány legélesebb, legelszántabb kritikusaként ajánlja magát a választók figyelmébe, és a többi ellenzéki párt csak néz. Ugorjunk akkor még egy témát így a végén. Úgy tűnik, hogy Bíró László személye a választás után sokkal nagyobb béket képes ütni az ellenzékben, mint a korábbi ügyei. Miután Hatházi Ákos arról írt a közösségi médiában, hogy a jelöltet Bíró László elég egyértelműen részt vett abban, hogy egy kis csapat valódi fejlesztés helyett magára költött 50 millió forint EU-s támogatást egy részét, és ő, mármint Hatházi Ákos erről az információjáról tájékoztatta a pártelnököket. Mi a politika stratégiailag helyes lépés ilyenkor az ellenzék részéről? Ugye itt igazából egy vihar van a pohár vízben, ha megnézzük, Hatházi Ákosnak nincsen pártja, már több pártban megfordult, és igazából ő is, meg hát van ilyen pár kóbor Ritter, ők befutó helyet szeretnének, ehhez keresnek színpadot, porondot. Ugye Hatházi Ákos október 23-ára megint egy akciót hirdetett, és én azt gondolom, azt szerintem ő most ezt az akcióját építi fel azzal, hogy betámadja az ellenzéki pártok vezetőit, az ellenzéki összefogást, de hogyha ezt így folytatja, akkor azt fogja csak elérni, hogy október 23-án egy maroknyi hívével fog ott állni az általa kiszemelt objektum előtt, és az ellenzéki pártok nem fognak mellette mozgósítani, tehát saját maga alatt vágja a fát, és hát látjuk, azt mondta, hogy hát nem árult el a választás előtt Bíró Lászlónak az általa ismert ügyeit, azt azokat az információkat, amelyek a sajtóban forgó hírekkel kapcsolatosan nála vannak. Ugye ő azt mondja, hogy elküldte ezeket az információkat az ellenzéki párt vezetőknek, a Bíró Lászlót támogató ellenzéki pártok vezetőinek, azok azt mondják, hogy hát nem kapták meg, elkallódott, nem érkezett meg az információ hozzájuk. Hát ilyen szempontból azt látjuk, hogy Hatházi Ákos az információkkal is nagyon kreatív módon bánik.